Nyíregyházán a nyár és az ősz a sport és a gasztronómiai rendezvényekről szól majd. Az augusztus elsősorban a kerékpársport kedvelőinek lesz izgalmas, mivel több rangos nemzetközi verseny is érinti Nyíregyházát. Augusztus 26-án itt rendezik a junior világkupát, 31-én pedig a Tour de Hongrie egyik szakasza érinti a megyeszékhelyt. Szeptember 5-én negyedik alkalommal rendezik meg a Sóstói erdőben a Decathlon élménypróbát. A kulturális programok közül kiemelkedik a Tirpák Fesztivál, és ez egészül ki további négyjel, amelyek között már lesznek jól bevált és teljesen újak is. Augusztus 15-én a sort egy töltött káposzta főzőverseny nyitja. Mindenről dr. Úrik Attila alpolgármester beszélt a Nyíregyházi Televízió Sziesta című műsorában. Megpróbálunk megszervezni egy olyan eseményt, amely nem csak a szabolcsi töltött káposztát, a szatmárit, a beregit, hanem a felvidékit, és hogyha szerencsénk van, az erdélyit is, Magyarország több területéről is magában foglal olyan dolgokat, amelyek ehhez a káposzta kultúrához kapcsolódnak. De mivel nyár van, éppen ezért nem szeretnénk belefutni abba a csapdába, hogy a káposzta, mivel könnyen romló étel, itt olyan dolgokat árulunk, amelyet igazán egy gasztrofesztiválon nem kellene. Éppen ezért a Népi Ízek Fesztiválja azt is jelenti, hogy a fő menüsor mellett mindig lesznek olyan ételek, amelyek a népi gasztronómiát mutatják, olyan változatos elemek, amelyben az odalátogatók mindig megtalálják azt, amit keresnek, és ráadásul itt már vannak zenés programok is, 15-én és 16-án is, amikor is váltunk egyet, és egy ilyen street food show-vá próbáljuk a múzeumfalut felöltöztetni, hogy egy kicsit másfajta jelleggel, egy kicsit könnyedebb jelleggel a vasárnap is kellemesen teljen el. Szeptember első hétvégén újra fesztiváloznak a Skanzenben. A régi Magyarország ízei nevet viselő rendezvényre nem csak a megyéből, hanem a határon túlról is érkeznek majd csapatok, akik a saját tájegységük jellegzetes ételeit mutatják be a vendégeknek. Az október igazi ínyenséget is tartogat a gasztroprogramok kedvelőinek. Újdonság lesz, hogy pásztor ünnepet tartanak majd a Sóstói Múzeumfaluban, novemberben pedig jön a hagyományos Mártonnap. A sportterén szeptember 12-én a tervek szerint újra megrendezik a csillagfutást, 21-től pedig indul a Mozdulj Nyíregyháza újabb évada. Szeptember 26-án a Bringaváros 7.1 keretében a városban lehet majd kerékpározni és különböző feladatokat megoldani. Októberben az Extreme Trail akadályverseny helyszíne lesz Sóstó, novemberben pedig ismét lesz Nyíregyháza rally, mely az Európa-bajnokság egyik futama.